Tudjátok, azt szoktuk mondani, hogy fizessenek a milliárdosok. Tudom én, hogy van ebben vita, hogy miért mondjuk mi ezt. Azért is mondjuk ezt, mert ma fura módon ők fizetnek kevesebbet, nem az, akik melósok és munkabírből élnek. Csináltam egy egyszerű példát nektek, csak hogy ne legyen félreértés. Jóska keres 500 000 forintot munkabírként. Tudjátok, átutalja a cég havonta ennyit. Béla, cégtulajdonos, tele van lével, pénzzel, kivesz a cégből 50 millió forintot. Mind a kettőknek kell utána fizetni. Fizetnek SZIA-t, személyi jövedelemadót, osztaléktár, sokszor ezt osztalékadónak hívják, és fizetnek valamennyi társadalombiztosítási hozzájárulást. Miközben az SZIA azonos, 15%-ra nem kell megjegyeznetek, a TV fizetési kötelezettség nagyon különbözik. Mi a vége a dolognak? Mert ugye ez a fontos. Hogy Jóska, aki munkabért kapott, tudjátok, ez az 500 ezeret, a végén SZIA-ban meg TV-ben valamivel több mint egy harmadát befizette az államnak. 33,5%-ot. Béla, aki kapott egy csomó pénzt, egy rakáspénzt, 50 millió, ma úgy rendes pénz, nem? Az 50 milliójához képest ő ennek kevesebb, mint fele adót és TV-t fizetett be. 16,4-et. Tehát fura módon, amikor azt mondjuk, hogy fizessenek a milliárdosok, még csak azt sem mondjuk, hogy többet fizessenek, de hát rendben van az, hogy a melós az többet fizet be adóban, járulékban, mint az, aki a pénzét dolgoztatja. Szerintünk nem. Hát ezért fizessenek a milliárdosok.